Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna Medieval Dynasty sorozatának valahányadik része, nem tudom, hanyadik rész. Ellenben viszont versenyt futunk az idővel, abból a szempontból, tudom, hogy 12 deszka az kelleni fog valahova, sőt 24-et is vihetünk már most. Így, röngben nem tudom, hogy mennyi kell még, szóval viszünk egy 4 darabot. És kövek kellenek. Amennyit csak elbírunk. Jó. 36-ot viszünk. Versenyt futunk azzal az idővel, hogy jelenleg van egy pár emberem, akinek nagyon nincs hol aludnia, és el fognak menni a fenébe, hogyha nem sikerül ezt összehoznom. A két kisebbik az még nem is zavarna. Nem vettem izét! Kőkalapácsot ki! Kőkalapácsot, rézkalapácsot! Ne menjetek el! Pretty please! Ne adjatok ki! Eskü van, jó munka! Esküszöm, épületeket fogunk építeni. Amint ezt befejeztem, ezt az épületet, fogunk építeni ezen kívül még épületet, hogyha hirtelen úgy döntök, hogy szeretnék felvenni embereket, akkor legyen hol aludniuk. Rögtön, amint ezt befejeztük. Így ezt befejezzünk egy-kettőt, hogy felvigyük az építési sebességünket. Hogy? Vagy az a kérdés, hogy vagy olyan személyeknek adunk házat, akik a közelebb vannak, hogy itt hagyjanak minket, vagy olyanoknak adunk, akik fontosabbak. Mindkettő jó lenne. Mindkettő egy jó megközelítése a problémának. Jó, 8 kő, nagyon jó. Mondjuk egyébként megjegyezném, hogy voltak éppen, ha segítenének megépíteni a házat, akkor igazából hamarabb lenne hol aludniuk. Egy dolog, ami lehet gondolkozni. Van egy játék egyébként, nem a Banished, de nagyon hasonlít a Banishedre. Azt hiszem nem játszottam a csatornám vele. Viszont egy ilyen... mi a fenének hívják? Egy olyan játék, ahol csak deszka kell, 4 kő, 8 kő, meg 22 deszka. 8 kő, meg 22 deszka. 8 kő, 22 deszka. Egy olyan játék, ahol ugyanúgy, mint a Banished, úgy kell nekünk így építkezni. Oké, összekevertem szerintem, hogy mennyi kell, de mindegy, viszünk 28 deszkát inkább, az a biztos. És viszont ott ilyen technológiai szinteken mész keresztül, tehát ilyen az ókorban kezdesz, vagy az őskorban, és úgy mész előre, tudjátok, hogy egyre jobb és jobb dolgokat építs, és ilyen felülnézetes. De és ott, viszont ott az emberek azok maguknak csinálnak mindent. Tehát te lerakod az épületet, megadod, hogy ki dolgoz, mennyien dolgozzanak ott, azt hiszem, vagy valahogy így hasonlóképpen, és aztán utána fogják és maguknak ezt megcsinálják az egész mindent. Tehát utána vadásznak maguknak, meg építkeznek maguknak. Na, ez az, itt van elég helyünk, hogy berakja két embert. Ő annyira még nem is morcos ránk. Ti ketten viszont nagyon, meg a halász. Ja, mert neked nem kell dolgozni, tehát nincs lakhatásod, de amúgy nem kell dolgoznod, szóval annyira nem zavar, hogy még nincs lakhatásod. Ez egy nagyon érdekes mechanika. What? Miért kettő embernek nincs lakhatása hirtelen? Ja, mert te nő vagy, és a nő mellé igazából csak egy férfit rakhatok. Eléggé limitált a döntésünk ebből a szempontban. Jó, akkor téged rakunk be. És ti minden igaz korban egymáshoz közel álltok. Nagyon jó, cool, ti vagytok az első kettő, akit felvettem. Nem egyfajta, hogy mondjam, ilyen politikai nézet kikiáltás, hogy nők a nőkkel, és férfiak a férfiakkal, már pedig mindenképp meg hasonlók, és ezt fogadjátok el, meg ilyenek. Én csak azt mondom, hogy idéglenes szállásképpen jobb együtt aludni egy férfival, egy épületben,
Mint sem az utcán télem. Kövezzetek meg, hogyha nem értetek egyet. nem kell ennyi rönk. Nem kell ennyi rönk. Nem. 24-et lerakunk. Nem. 22-t lerakunk. Deszka kell nekem ennyi. Nem tudom mennyi kell. 24, az úgy érzem, hogy sok volt. 48, az kész. Viszont 10 darab kő, az kelleni fog. Úgy. Gyorsan. Szerintem nem fognak itt hagyni minket most már. Szerintem összehozzuk, hogy meglegyen ez. Úgy. Íhíhí, még jó, hogy hoztam a keretnek elég rönköt. Azt nem számoltam bele. Oké, ez az ajtó marad itt, ez az ablak marad itt. Erre nem rakunk ablakot, erre nem rakunk ablakot. Erre se rakunk ablakot, itt van egy ablakod. Ez fal, ez fal. Hát tudod mit, akkor inkább két ablak hátúra. Úgy né. És akkor ez meg van oldva. Nem azt akartam feltétlenül. De jól számoltam viszont a deszkák számát. Ja, 48 kell a 4 oldalhoz. Szóval ezt be is tudjuk fejezni. Rönk miatt nem teljesen, de értitek, legalább deszkára többre nincs szükségünk. Tehát ez a lényeg igazából. Pak, pak, pak. Oké, erre nincsen már semmink. Akkor már csak a deszka van nálam. És ennyi. Valaki kommentelte, hogy vehetnék jobb táskát is. Most nem tudom, hogy mennyibe kerül ennél jobb táska, mert azóta ugye találtunk egy jobb táskát, mint ami akkoriban volt, amikor kommentelte. Szóval nem tudom, hogy az mennyibe fájna nekünk egy ennél jobb táska. Ez 6, ez 6, ez meg 8. Oké, 12, 24, plusz 8, 16, 32, 50... 6 kő kell nekünk szerintem. Röngből nem tudom, hogy mennyi, azt is ki kellett volna számolni. Várjatok, van 2 oldalunk, 4 oldalunk. 8 minimum kell. De szerintem 16 kéne pontosabban. Most elmegyünk 14-je, mert annyival tudunk mozogni, de szerintem 16 röng kell. És akkor a felső részt még nem is számoltam bele. Tehát ott a két oldalt még nem számoltam bele, meg ennek a befejezését. Rönk biztos, hogy kevés lesz. Viszont szerintem a falakhoz elég lett volna. Még lehet így is elég lesz a falakhoz. Arra vagyok kíváncsi, hogy a kövünk elég lesz, azt jól számoltam. 8 darab van, az 4 lesz ez az oldal. Az 4, akkor 2. Elég rönkünk lesz ide lentre. Jó, azt viszont jól számoltam akkor. Jó, hogy még 2 kellene még oda is, meg oda is. Meg 8. 8 kő, meg 2 rönk. Ennyi hiányzik ebből az épületből, és végeztünk. Gyerünk, barátom. Fejleszteni kell, hogy a stamina veszteségünk az ne legyen ennyire extrém. Vagy olyan ételeket kellene készítenünk, ami javítja azt, hogy mennyi staminát égetünk el különböző dolgokkal. A fényeket javíthatnák, lehetnének világosabbak ezek a fákják, nagyon kevés fényük van. Tudom, hogy egy luxus volt régebben, ugye, hogy ki van világítva minden, de értitek. Ha már eljut az ember odáig, hogy fáklyákat helyezzen mindenhova, akkor legyen már fénye annak a fáklyának. Hell yeah.
Látjátok, ezek a bútorok lekerülnek mindenhova, és hogyha ide raktam volna az ajtót, ez itt nagyon fura lenne itt ezzel az üsttel. De lehet, hogy amúgy intelligensen átállítgatja a játék. Mert nem vagyok 100%-ig biztos. Oh yeah, mindenkinek van pozíciója. Nagyon jó. Na, boldogok vagyunk minden. Hát kicsit szomorúak, azzal most nem kell foglalkozni. Ne aggódjatok miatt, előbb vagy utóbb boldogok lesznek, mert most már van hol aludniuk, van munkahelyük is, kivéve az egyiknek nincs munkája. Ellenben viszont innen most veszek egy kis botot, mondjuk egy 23-at. Sőt, tudod mit? Vegyünk több botot. Úgy. Azon gondolkodom, valamit oda még az új épületekhez ilyen kis kerítéseket készítgetni. De ezt akartam igazából befejezni. És elkezdeni a konyhát is. Ó, ez probléma. Ez így nem jó, igazából rájöttem. Egyet le kell bontanunk. Nem tudnak bemenni begyűjteni a cseresznyefáról a cseresznyét. Ú, itt az utak, tényleg. Azt mondjuk, szerintem... És innen fogom kivezetni. Égyni, cool. Ezt el lehetne keríteni, ezt a középső kis erdős részt, de... akarom feltétlenül. Ezt az utat is el lehetne, de... igazából csak ott kerítem el így a két épület közötti... helyet, ahol nem férsz át. Tehát nem akarom, hogy berohanjak, és aztán beszoruljak egy pillanatra oda. Mert van egy, régebben csináltunk ilyet, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de van egy épület, ahol be tudsz menni egy darabig, és aztán utána ott nem tudsz tovább menni. Na jó, konyha, hova kerüljön? Nem ez az, nem ez az, nem ez az. Itt van a konyha egy. Még egy konyha. Technikailag rakhatnánk ide így, akár, és akkor egy ilyen kis, értitek, ilyen kis elzárt helyen lenne. Vagy ide is kerülhetne. Ide még lejjebb. Így, pont nem fér ide. Pont nem fér ide. Jó. Akkor nem oda helyezzük. Ez nagyon egy kihasználatlan rész, de amúgy tetszik viszont, hogy ilyen kis fás van itt mellettünk. Az a rész tetszik úgy. Itt ugye egy út van, szóval ide a túloldalra kéne kezdenünk már építkezni, hogyha akarunk építeni. Ide lehetne igazából. Hogy van? Itt van, itt van még egy épületünk, igen. Ide egy út mehetne itt végig tovább. Így elhoz ide, és akkor itt végig erre. Sőt, itt a kettő között azért van hely. Így ennek a megépítése. Hát, egy picit furán néz ki, de egyszerűen nem akarja leengedni a játék ennél jobban, szóval... ez itt lesz egy út ide. Ami ide fölvezet, amint leengedi rakni. Lesz itt egy út innen ide, így kifele. És aztán majd meglátjuk, hogy innen még hova. Kő kell hozzá. Hú, ezek a részek nagyon üresek. Itt valamit ki kell találnom ide, hogy érdekesebbé tegyem. Ugye eddig fával meg kerítéssel díszítgettük a dolgokat. De ott az a rész az nagyon üres. Tű, nincs kövünk. Szednem kell követ. Menjünk, feküdjünk le először aludni. Legalább azzal is telik az idő, azt akkor az emberekkel kezdenek dolgozni, és akkor termelik a követ, hogy legyen kövünk. Bár egyébként a konyha egyes szintjét, azt még mindig ilyen... kiskerítéses dologgal csináljuk. Szóval az meg nem kőépület, meg nem is deszkaépület.
Az én gyerekem is felnőhetne már. Oho, mennyi kő. Azt hiszem 8 darab kőre van szükségünk. Úgyne. Ha egyébként ezek a videók tetszenek, akkor nézzetek körbe a csatornán a Satisfactory-t, a Planet Crafter-t nézzétek meg. Ott konkrétan egy bolygót kell így a... Planet Crafter-nek hívják? Igen, Planet Crafter. Planet Crafter. Így szebb kiejtése. És ott egy bolygót kell így az ökoszisztémát így megjavítani. Tehát konkrétan gépeket kell leraknod, hogy oxigént termelj, hőt termelj, mit tudom én, milyen dolgok vannak még a... Nem is tudom most így hirtelen, hogy mik vannak még, amiket így termelni kell benne. A lényeg az, hogy ugye egy ilyen teljes bolygó ökoszisztéma átalakítást csinálsz, és úgy kell utána életet lehelni a bolygóba. És az egyébként egy elég király játék. Most kijött a teljes változata, ezért gondolkodom rajta, hogy újra előveszem, de már voltak belőle videók régebben. Azt a játékot úgy játszottam, hogy időnként előjöttem, és megmutattam, hogy na, mi merre, hogy haladt. Ugyanígy, mint ahogy most kezdünk átmenni ebbe a Medieval Dynasty-ban. Lehet, hogy ennyi rönk nem is kell. Sőt, ide szalma is kell egy csomó. Ja, ennyi rönk nem is kell, ide nagyon sok bot kell. Nem baj, most lesz még egy konyha. Ezt a konyhát már állíthatom arra, hogy a hagymás lepénykenyeret készítse. Ha van még hagymánk, ha nincsen, akkor egyszerűen fogom azt megmondom neki, hogy csinálja a főzeléket, amit eddig csinált. Mert amúgy kezdünk, meg fogtok lepődni, de kezdünk kifogyni főtételekből. Tehát, hogy ételeink vannak, amit meg tudnak enni, csak főtételeink nincsenek. Mert annyi lakosunk lett, hogy egyszerűen két konyha nem tud lépést tartani velük. Mennyit haladtunk viszont azóta, mióta elindult így a videó? Mennyi pontunk van? 1030. Hát, haladtunk, de nem olyan sokat. A másik, ez az, ami a kitermelői épületeket. 2900, ez 10-valamennyit fejlődött. Ez majdnem megvan az éléskamra 2, ami én a mondó vagyok egyébként, hogy az megvolt nekem. Azt egyszer feloldottuk szerintem, de lehet, hogy tévedek. Nem búza kell, hanem szalma. Ebből egy... nem tudom, 75-öt hozzá. Csak ez kell nekünk? Remélem, hogy csak ez kell nekünk. Mindjárt majd megmutatom, mindjárt elmegyünk majd díszíteni az új épületeket, azt megmutatom, hogy mi kell kellett a ruha a szárító állványokhoz. Mert egyébként kellett használni fonalat, azt hiszem fonal, meg még valami. Nem emlékszem, hogy mi volt a másik. Ami azt nézzük, egy kicsit olyan drágás dolog. Egy dolog zavar picikét egyébként itt ebben a faluban. Vagy kifejleszthető kéne, hogy legyen. Tehát egy képességgel, az lenne a legjobb, egy képességpontot rá kéne költeni. Vagy egy külön épületet építeni érte, és akkor ő lenne az építész, tudjátok, az építész épülete. De erről már beszéltünk, hogy jó lenne, hogyha építenék maguktól is egy bizonyos szinten, de itt most még csak mondjuk az építész egyre gondolnék, hogy az első épület, amiben az építészünk még technikailag nem épít, hanem konkrétan azt csinálja, hogy megengedi, hogy te bárhol tudjál építkezni. Tehát ő odaviszi neked a nyersanyagot. Így kell gondolkodni. És azt csinálná, hogy nem kell kivenned a raktárból a nyersanyagokat, csak odamész és beütögeted. És mondjuk lenne egy X idő, mire az megépül, mert odaviszi a nyersanyagot, és ő így befejezi. És akkor lenne egy ilyen kis játékmechanika mögötte, értitek? Na, hagymás lepénykenyér. Igen, úgy tűnik az összes hagymát, amit termeltünk, azt én feldolgoztam. Szóval itt is főzelékre rá fogunk menni. Így ne megcsináljuk a főzeléket. Annyit talán egy picikét lejjebb megyünk benne, hogy lehet, hogy sült halat azt csinálunk itt is.
Egy sőt hal naponta. A horgászunk, halászunk, bácsink az mennyit termel, mennyi halat? Mert ő szárított halat készít viszont. Hát ő maximálisan megcsinál mindent. Szárított hal az jobb, mint a sült hal, azt hiszem. Igen, az jobb. Akkor viszont a konyhásunk... Hol van? Konyha, ezeket a konyhákat is el kéne majd kezdeni így állítgatni, de mivel egyelőre nincs különbség köztük, ezért nincs értelme. Akkor menjen ő is teljesen főzelékre. Jóformán a konyhásaink annyit csinálnak egyedül, hogy ellássák a városocskánkat étellel. Igazából ennyit csinálnak a konyhásaink, sok minden más nagyon nem. Ő, illetve tényleg még egy dolog, így a disznóról jutott eszembe, itt az állattenyésztésnél van. Ugye lettek koca, süldő, meg disznó, meg minden coca, meg hasonlók. Eladtam egyet-kettőt. Most úgy vagyunk, hogy van egy hímünk, meg két nőstényünk még mindig. Az egyik hímet el fogom majd adni, és azt akarom, hogy legyen egy fiatalabb nőstény. Tehát próbálom tehát mindig az idősebbeket, azokat eladom, a fiatalabbakat meg elkezdem megtartani. Tényleg tudunk esetleg már tanoncnak? Senkit nem tudunk még tanoncnak kijelölni. Az a jó, mire felnőnek a gyerekek, ők nem kettes vagy hármas szinten kezdik a képességüket, hanem ők már négyes szinten el tudják kezdeni. Tehát át tudják venni az egy-egy munkálatokat elég jó szinten már. Anyagraktár. Teljesen jók vagyunk. Nagyon jól menedzselem, hogy ne legyen felesleges nyersanyagraktárban. Folyamatosan eladok mindent, amire nincs szükségünk. Szerintem nagyon jól csinálom ebből a szempontból. Na, ami kell nekünk, ugye a díszítés miatt, szeretnék egy ilyen mosó munkaállomást lerakni. Ezeket mindig fel is oldottam. Ez a kettő, ez ugyanolyan, csak ez tele van, ez meg részleges, ez tele van, ez részleges. Ennek más a kifeszítése igazából. Vászoncérna, egy darab vászoncérnát veszünk el. A bótok közül még elveszünk egy 10 darabot így. Még elveszünk vászoncérnát. Egyet. Nem kell kettő. Nem akarok két ilyen mosós cuccot. Szerintem egy teliset rakunk le. Az talán a legérdekesebb. És nézzétek, oda rakja a kis emberkét méghozzá azért, mert ők ténylegesen oda mennek majd így nézegetni, meg úgy tenni, mintha tudjátok, így pakolnának, vagy valami, de közben nem pakolnak. Ide közéjük. Rakjunk egyet ide közéjük. Vagy rakjuk ki ide mellé. Ide rakom ki, ide mellé. Így, és akkor úgymond így a napomban. Én logikus esetben én ide raknám egyébként az ő helyükben. Pamme. Úgy, már is egy picikét jobb ez ennek a kinézete. Amit még tudnék rakni, az a kerítések, de nem tudom, hogy ide hova lehetne kerítést rakni, hogy jól nézzen ki. Nem látok itt igazán... mondjuk ide lehetne, várjatok, ide lehetne egy rőzsekerítést. Ez jól néz. Ez nekem annyira tetszik, ez a kis kerítésecske. Pont ma, vagy nem pa, ma, hanem tegnap pontosítva mentünk, így Évával sétáltunk, és láttunk egy panelház előtt egy ilyen kis kertecskét. És pont ott néztük, hogy milyen szép kis ilyen kis rőzsekerítést csináltak. Ilyen látszott rajta, tudjátok, hogy nem megvették, hanem így ők maguknak így összerakták, és szerintem tök szépen nézett ki. Hogyan fogalmazzak? Varázslatosság benne az, hogy milyen kis egyszerű. Értitek? Tehát volt benne egy olyan szépség, hogy nem egy ilyen előre elkészített, hanem egy saját kézzel készített. Nem tudom ezt megmagyarázni, de írjátok meg komment szekcióba, hogyha értitek, hogy mire gondolok. Most amúgy egyébként padokat keresem.
egy ilyen padot, ehhez három deszka és egy rönk. Ide szeretnék padokat, szerintem ez jó kis ilyen kis kertecskének néz ki. Hat deszkát kell hoznom. Messze egyébként nem díszítem ki annyira a dolgokat, mint amennyire általában szeretném. Messze nem díszítem ki annyira a dolgokat. Amit itt láttok, az egy nagyon visszafogott állapot. Na most, hogy legyen ez, hogy ez ne legyen ilyen kis dölt? Ide tudom, hogy ide tudok rakni egy jót. Ez egész jól néz ki ide. És használják is, láttam, hogy használták. Rakjuk egész a falig. Ja, rakjuk egész a falig. Úgy, rakjuk le ide mellé a másikat is. Így, ezeket megfejezzük be. Ezeket nem is tudom befejezni. Lehet, hogy csak az egyik oldalt fogom. Ha be tudom fejezni. Ez olyan elégnek tűnik egy oldalra. Meg kéne nézni, hogy miket lehetne még lerakni, amik esetleg így egy picit tudjátok. Szép lenne. A ruhás állványokhoz például lehetne ilyen mosdódézsát rakni. De kíváncsi vagyok, ebbe a virágos cserébe tudnak-e rakni valamit. Gyógynövényeket is lehet ültetni. Lehet gyógynövényeket ültetni bele. És srácok, azt hiszem itt van, hogy mit fogunk pakolgatni, mert a virágok hiányoznak szerintem. Innen nekünk. De ilyen munkaállomások is nagyon faszák lennének. Itt a mosdódézsa deszka. Szóval én mondjuk szeretnék egyet ide. Mondjuk itt a tó technikailag. Te veled mi van? Figyeljétek, már horgászik. Ott horgászik a csávunk. Ide jó, ide nem rakunk mosdódézsát. Ide nem kell szerintem. Ide lehetne igazából egyet. Mi kell hozzá? Ez az egyetlen bajom egyébként ezzel a görgős, keresős dologgal, hogy annyira nehéz itt a díszek között megtalálni, hogy mit szeretnék, meg hol van. Itt van, így. Oké, 12 darab deszkát veszek ki. 12 deszka. Ó, ilyen árnyékszéket is lehetne. Madárijesztők, szekér. Igen, lehetne olyanokat is. Jó, egyet ide. Várjátok, nincsenek egy tényleg olyan állapota, amelyik mosóállomás, agyaktál kell hozzá egyedül. Na, ilyet rakjunk le. Még agyaktálat elveszek. Easy, mert azt készítünk is. Ez az, nem készítettünk agyaktálat. Akkor ezek szerint nem agyaktálat készítünk, hanem olyan agyagedényt. És agyaktálat tudunk készíteni, úgyhogy ide jövök és megcsinálom. Menj innen! Agyaktál. Lehet kettőt kellene készítenem. Két agyagba kerül, szóval semmi extra. Ilyeneket készítgettem, hogy eladjam őket. Nem tudom, hogy miért. Ne kérdezzétek, már nem emlékszem, hogy miért ezt akartam elkészíteni. Te mit mosol? Tudod mit? Tök okés. Tök okés. Nincs elég nyersanyag, mi kell hozzá? Deszka. Hú, 8 darab deszka. Baj, akkor veszünk ki még 4 deszkát.
akarnám ugyanúgy lehelyezni, mint a másik helyen van. Jó, ilyet még rakhatnánk le egyébként. Ez az a rész, ami nagyon üres. Ez is, meg ez az utca is. Ez így. Ez kegyetlen rossz. Ide lehetne mondjuk egy ruhástárolós dolgot. Akkor bot és vászon célna. Ugye ahány ház van, annyi darab ilyen... Nem is tudom, hogy bot volt elég. Annyi darab ilyen ruha szárító az igazából abszolút valósághűen érződik. Tehát ha minden ház mellé raknék egyet, az is töke elfogadható lenne. Mert amúgy értitek, tehát hogy valahol szárítaniuk kell az embereknek a ruhákat. Így né. Na és akkor itt meg akarok nézni, vannak ezek nekünk, ezek nem tudom, hogy mekkorák. De ez agyag kell konkrétan, ehhez meg csak fa. Ez a legolcsóbb viszont. Alacsony kővirágcserép, kerek kővirágcserép, négyszögletű, négyzetes. Ezek valószínűleg méretben másak. Mindegyiket meg akarom nézni, nézzük meg először ezt, ez csak deszka kell. Ebből le tudok rakni egy valaggal össze-vissza, és akár díszíthetünk vele egy csomót. És a fa szerintem az jó fog menni a kőépületekhez. Deszka kell. Abban elviszünk egy 25-öt, úgy. Hű, barátom! Hát ezt nem vitted túlzásba, hogy az nagy legyen. Viszont ez itt elég jól is nézhet ki. Nem, kezdjük ezzel itt. De le tudom... Ó, ne... Ú, hát végül is le tudok egyet oda rakni. Így, de nem tudok többet viszont. Nem mondjuk ide, előbb láttam, hogy le lehet. Jó, viszont legalább nem kell megvenni, hála az égnek. Csak meg kell, hogy szerezzük pitypangot, meg az ilyeneket. Jó, ez nem rossz, ezzel majd foglalkozunk, hogy ilyeneket még... ilyen növényeket keressünk. Ellenben viszont elég pici, amint látjátok. Szóval... költözgettem a pénzünket. Mindegy, meg akarom nézni, hogy egy egyszerű virágcserép agyagból az hogy néz ki. Aha. Na várjatok, én meg akarom nézni viszont azt, hogyha... Van egy ilyen asztalunk. Itt egy rönkasztal. Van itt egy ilyen rönkasztalunk például. Így. És azt mondja, hogy én hozom a virágcserepet. Igen, ettől féltem. Nem lehet rárakni. Semmire nem lehet rárakni. Az épületbe se lehet bevinni. Nem, csak a földre lehet. Mire tudnám még rárakni? Semmire. Hát szomorú vagyok. Ezeket csak a földre lehet lerakni, hát az úgy egy kicsit szomorú. Na mindegy, ez van. Most elköltöttem az összes pénzünket, de majd úgyis tudunk még menni kereskedni, igazából a nagyon kell. Meg kéne nézni a többit is, hogy mekkora. Például ezt itt. Ha már lúd, legyen kövér. Nincs 8 darab kövünk. Ez még visszaharaphat, igen, csak később. Nagyon költenem kell majd, hogy megnézzük, hogy akkor...
Hát így néz ki. De ebbe legalább már valószínűleg... Ó, ja, hogy így néz ki itt viszont. Azt hittem, hogy te rakod bele egy egyesével, de nem. Jó, hát figyeljetek, akkor... Sajnos ilyenek. Bár nem feltétlenül rossz. Nem azt mondom, hogy rossz lenne. Az asztal még maradhat is ott nekünk egyébként. Annyira random, hogy el tudom hinni, hogy ez itt kirakták, az kész. Lerakunk mellé egy ilyet. Miből készítjük a másikat? Deszkából. Abban valószínűleg van nálunk még egyébként. Emlékeztek, amikor arról beszéltem, hogy igazából ezt a részt akarom díszíteni? Helyette meg minden díszítünk, csak ezt a részt nem. Raktunk most kettőt. Itt csinálunk egy olyat, hogy... Hogy csináljam? Ide így kihúzunk egyet. Ide így elmegy eddig a sarokig. Ide át ebbe a másik sarokba. Úgy. Ezt itt, ezt a végét kiütjük. És azt mondja, hogy kérlek szépen, srácok, itt lesznek ilyen virágos dolgok. Nagyon random, hogy így a földön vannak. Tényleg, különbség van-e a kettő között viszont? Ha ezt nézzük... Hát, végül is figyeljetek, úgy látom, hogy azért van. Egyik ilyen növényünk sincs. Annyira nem gyűjtögettem ilyen növényeket, hogy egy darab ilyen növényünk nincsen. Ide akarok még egy padot viszont. Még mielőtt befejezzük ezt a részt, azt a padot lerakom oda. Mi kell hozzá? Deszka meg rönk. És igazából nekem csak egy rönk kell. Mondjuk rakhatunk még egy padot igazából oda. Legyen két pad. Nem tudom, hogy mennyi kell melyikből. Ezért inkább hozok többet. Ezek után én azért elégedettebb lennék ezzel a helyen. Ez itt azért jó pofán fog kinézni. Mondjuk nem tudom, nem annyira tetszik, hogy így a földön vannak ezek. Vagy lehet ki... Sőt... Ezeket ki is veszem innen. És helyette majd olyanokat fogok lerakni, amelyik ilyen hosszúkás. Ez a kőből készült. Viszont srácok! Remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, addig is pedig nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Ha tetszenek ezek a videók, ne felejtjetek el dobni egy lájkot, és jövök majd legközelebb is. Addig is, sziasztok!